tükröződni Istent a mi arcunkon. Engedjük, hogy az Isten ragyogjon az arcunkról. Ez a legnagyobb és legszentebb feladat az egész földi életünkben egy keresztény embernek. Mert Isten azért alkotott minket saját képére, hogy ő belőle valamit az ő jóságából, az ő szeretetéből, valamit visszatükrözzünk azok felé, akikkel együtt élünk. Akikkel egy családban vagyunk, egy munkahelyen, egy közösségben vagy az utcán találkozunk. Visszatükrözzük az arcunkkal a másik felé Istennek a megbocsátását, szeretetét és kedvességét. Vajon lehetséges ez? Hát, ha most a kedves testvérek elmondhatnák, hogy hányszor előfordult már ez a mi családi életünkben, munkahelyi kapcsolatainkban, hogy az Isten küldte a Szent Lelkét, már oly sok ideig ott volt bennünk a harag, a békétlenség, és egyszer csak úgy tudtunk elmenni a szerettünkhöz egy-egy családlátogatás alkalmával, mintha nem is haragudtunk volna. Vagy a munkahelyünkön is. Évekig hordozzuk a sérelmeket, aztán a lélek megelevenít, jön felénk, és megnyitja a szívünket, és az arcunk tükrözi Isten szeretetét és megbocsátását. Igen, lehet visszatükrözni az Isten arcát mások felé. A történetünkben lehet Ézsau arca poros és koszos, és lehet, hogy a mi arcunk is gyűrött és megviselt. De Isten mégis kiülhet az arcunkra. Hogy miért? Azért, mert Isten nem szégyelte, hogy emberi testen tükröződjön. Ha szégyelte volna, nem vette volna magára a mi testünket Jézusban. De felvette. És Jézusban Isten arca mosolygott rá az emberekre, amerre csak járt. Jézusban Isten arca mosolygott rá a betegre, a szenvedőre, az utat nem találóra, a tapogatózó vakra. És amikor az Úr Jézus Krisztus felemelkedett a mennybe, maga helyett elküldte a Szent Lelket. Hogy ez az Isten arc visszatükröződés ne szűnjön meg, hanem folytatódjon. Pünköskor pedig az volt Jézus célja, hogy a Szentlélek által Isten arca, vagyis jelenléte, bűnbocsátó szeretete még jobban eljusson mindenkihez. Isten az ő lelkével betöltötte övéit, ők pedig vitték Isten arcát, vitték a róla szóló evangéliumot, vitték a szabadulás igéjét. Isten ugyanezt kéri ma is. Tükröződni szeretne rajtunk. Szeretne minket betölteni önmagával. Szeretne kiülni az arcunkra, átragyogni rajtunk.